Három napon át állt ez a kupola az energetikai szakközépiskola és kollégium sportcsarnokában. A 6 méter átmérőjű, 4,5 méter magas levegővel felfújható digitális planetárium a Szegedi Partiszkum Csillagászati Egyesület fejlesztése, amellyel május óta járják az országot. A Paksi Középiskolában Agnyi Lakos Mária tanárnő szervezésében érkeztek. A fizika tanároknak van hírlevele, Tapu Déva mindig elküldi azokat az ismereteket, amivel érdekesebbé tudjuk tenni a fizika órákat. Pakson az amatőr csillagászokkal próbáltam kapcsolatot teremteni. Nagyon nehéz dolog este megszervezni egy csillagmegfigyelést, vagy itt tartani a gyerekeket, és nagyon megörültem, amikor ő ajánlott ezt a mozgó planetáriumot. Gyorsan utána néztem, és akkor úgy találtam, hogy jól tudjuk illeszteni a tanórákhoz, mert 35 perces az előadás, így óránként akkor tudnak jönni a diákok, és hát van egy prózai oldala is, azon túl, hogy ez nagyon érdekes, és remélem, hogy jól megtanulják a naprendszer bolygóit. Emelt szinten és középszinten két tétel van fizikából a csillagászatból. Az iskolának 20 előadásra nyílt lehetősége az MVM Paksi Atomerőmű ZRT támogatásával. Így a 9-12. Évfolyam minden osztálya részt vehetett az előadáson, 4 alkalom pedig az érdeklődő technikus hallgatóknak szólt. Egy rövid kis utazást teszünk a naprendszerbe, egy szintén saját fejlesztésű film segítségével megismerjük a bolygókat, néhány bolygó felszínére le is szállunk, ezt követően pedig néhány szabad szemmel is látható csillagászati jelenséget, érdekességet mutatok be a fiúknak, lányoknak. Itt ugye azért eléggé meglepő, hogy szabad szemmel bolygókat is lehet látni, és hogyha tudjuk, hogy éppen hol keressük az égbolton, akkor ezt nagyon könnyen meg lehet tenni. Most ugye közeledik a tél, a Jupiter lesz az, ami egy nagyon szép látványt fog majd nyújtani, illetve az Orion csillagképbe például csillagködöket lehet majd felfedezni. Ugye ezek itt is nagyon meglepő, hogy 12 ezer fényévnyire van egy objektum, és ugye még szabad szemmel is lehet látni. Ez a kameraállás, ahogy föl voltak véve a dolgok, elég érdekes volt, nem emlékszem ilyen a régi planetáriumba, amivel voltam. Jó élmény volt, tehát nagyon szép volt, színvilág is, minden tetszetős volt. Az Egyesület kapcsolatban áll a Magyar Csillagászati Egyesülettel. Megalakuláskor a távcsöves bemutatókra helyezték a hangsúlyt, majd megszületett a mobil planetárium ötlete, amelyet teljes egészében saját forrásból valósítottak meg. Egyre több helyre hívják őket települési rendezvényekre, oktatási intézményekbe.